egyre többen vannak itt a fesztiválon, és most a Csigabusszal elutazunk Kapolcsra, és körülnézünk, úgyhogy nagyon várom. Kíváncsi vagyok, hogy mennyien lesznek a buszok. Menjünk! Itt jön a busz! Csodálatos! Szálljunk föl! Jó napot! Megjöttünk Kapolcsra, nagyon sok ember van. Itt vagyunk a Manó Műhely udvaránál, és nagyon-nagyon sok alkotó van itt bent, és annyira szép színes minden, hogy ezt muszáj megnézni. Úgyhogy gyertek, nézzük meg, hogy mi van itt bent. Olyan, mint Meseországban. Nagyon szép. Az a pad. Hogyha ezt a versort halljuk, hogy Párizsba tegnap beszökött az ősz, akkor valahogy mindenkibe azt hiszem, aki magyar nyelven olvas, vagy a magyar irodalmat ismeri, egyszer csak eszébe jut Adi, eszébe jut Párizs, és ezt a Párizst megidézve eljutottam az 1930-as évek elejére, hiszen Bölöni György felkérésére André Kertész fotoművész az 1930-as évek elején lefotózza azt a Párizst, amelyben Adi járhatott. Jó napot kívánok! Mit csinál éppen, megkérdezhetem? Most könyvjelzőt. Könyvjelzőt? Ó, és nagyon szép minden, nagyon szépek a gyűrűk. Ezt meg is nézem egy kicsit közelebbről. Nagyon kedvesek voltak a hölgyek, mert adtak ilyen szép kitűzőket és brossokat, úgyhogy ezzel fogok mostantól tovább menni a fesztiválon. Ennél hét falu kaptál, kisfiú, üljünk a tövitöket. A Csimboraszó projekttel kezdődött a mai nap, ahol kortárs költők megzenésített verseit adjuk elő. Magyar Borival és a Napfonat énekegyüttessel folytatódott a program. Én Csókás Zsolti gitáros barátommal énekeltem. Bimbócska, gombocska, tegnap esti csillagocska, reggelre ma rózsácska. Bimbócska, gombocska, tegnap esti csillagocska, reggelre ma rózsácska. Itt a Petőfi udvarban van egy előadás, amit Sidó Anna tart, és Csát Géza életéről fotókat mutat nekünk, és nagyon szeretem Csát Gézát, úgyhogy mindenképpen szeretném megnézni, úgyhogy menjünk és lessünk bele. Itt vagyok a Kaláka vers udvarnál, ahol épp mindjárt kezdődik Lackfi János és a Kaláka közös jubileumi koncertje. Rengeteg versfeldolgozás született itt az elmúlt 10 évben, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ma például milyen verseket fognak előadni, úgyhogy meg is nézem. Munka előtt oly hűvös a bolt, csak messze a Lidl. Fél deci nélkül szédül a versláb, száz fele szédül. Annyian vannak, hogy nincsen hely, rengeteg ember van. Nagyon sok mindenkit érdekel a Kaláka zenekar, és Lackfi János. Ragadt szakos. Most nyárban világom, világom. Júliusban írék fáztam, világom, világom. Látom, amint búcsút int a kéz, babám szeme más taxisra néz.